Szeretett testvérek, újból örömmel köszöntök mindenkit a 2022-es évvégi imahét alkalmán. Önök a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejét követik. Meghívom önöket, hogy haladjunk tovább ma is a tanítványság iskolájában, és vizsgáljuk meg azt, hogy mit jelent Jézus tanítványaként növekedni. Földi életünkben a növekedés egy nagyon fontos folyamat, amelyet életünk minden területén megtapasztalhatunk. Ahogy a testnek növekedése az egészséges életről tesz bizonyságot, úgy a lelki életben is a növekedés egy egészséges kapcsolatot jelent Istennel. Fő kérdésünk ezzel az alkalommal az lenne, hogy vajon mit jelent növekedni lelkiekben Jézus tanítványaként. Ma este Szabó László lelkipásztor, a hetednapi adventista egyház, Dél-Erdély egyház területének etnikai osztályigazgatója erről a fontos kérdésről fog ígét szólni. Kérem, fogadják sok szeretettel. Sok szeretettel köszöntelek mindannyiatokat, akik imádságos lelkülettel hallgatjátok Isten igét, most, amikor ima héten vagyunk, és a tanítványságról elmélkedünk, mert akkor, amikor imádkozunk, akkor a Jóisten munkába állít bennünket.
És ez az imahét is erről szól, hogy imádkozzatok és dolgozzatok. Dolgozzatok és imádkozzatok. A jó imát munka követi. A jó munkát hála ima és Istenre hagyatkozó ima követi. A kettőt nem lehet elválasztani egymástól. Mint a csónaknak a két evezőit, ha azt akarjuk, hogy előre haladjunk, jó irányba haladjunk, akkor a csónaknak mindkét evezőjét, lapátját kell használjuk, az imát és a munkát. Jézus tanítványaként növekedni, ez a ma estéli előadásnak, imára szólító gondolatoknak a címe. És ezen belül az alcíma az, hogy tapasztaljuk meg az ő jelenlétét. Akkor, amikor a keresztény élet növekedéséről elmélkedünk és beszélünk, a Krisztusban való növekedésről, mert ez nagyon fontos, hogy Krisztust ne csak elfogadjuk, hanem benne növekedjünk is. Amikor erről beszélünk, akkor a növekedéshez szükségesek bizonyos eszközök, úgy, mint a növényvilágban is szükség van a napfényre, a melegre, a tápértékekre, a megfelelő talajra, az esőre, a környezetre, amely táplálja a növényeket. Ugyanúgy az isteni életben is szükség van a növekedéshez bizonyos feltételekre. És ilyen a Krisztusban való növekedésünket biztosítja elsősorban Isten igéje, Istennek a kenyere, az életnek a vize, amely táplál, amely felüdít, amely éltet. Ugyanakkor ide tartozik az ima, amelyben ápoljuk a kapcsolatot, és amelyben, amit Isten kinyilatkoztat az ő igéjében, arra válaszolunk ima által, és Istenhez folyamodunk segítségért. Ugyanakkor ide tartozik az imádat is, a dicsőítés is, amely egy életforma, amelyben Isten előtt leborulunk, Isten előtt meghajolunk, neki megadjuk a tiszteletet, ami életünkben, és ami életünk őt dicsőíti, őt imádja. Valamint ide tartozik a közösség is, mert Istent hiába imádjuk, hogyha a közösségben nem megfelelőek a kapcsolataink, és a jó közösség az segíti a Krisztusban való növekedésünket, mert amikor meghallgatjuk mások tapasztalatait, akkor mi magunk is megerősödünk. De ide tartozik az evangelizációs szolgálat, mert nem csak egy közösségen belül a magunk javát szolgáljuk, és egy olyan közösségben vagyunk, ahol jól érezzük magunkat, hanem azt akarjuk, hogy minél többen tartozzanak ehhez a közösséghez. És az utolsó ebben a felsorolásban, amelyről most beszélni fogunk, az Isten jelenlétének a gyakorlása. Isten jelenlétének a gyakorlása. Egy nagyon fontos dolog. A Bibliában a leggyakoribb ígéretként megszólal az, hogy veled vagyok. Egy olyan Istenünk van, aki közösségben akar lenni velünk, aki velünk akar lenni. Sőt, mi több, Isten azt akarja, hogy ez az ő jelenléte belénk áradjon, és Isten velünk akar lakozni, bennünk akar lakozni. Az ő igéje által, az ő szavai által. Akkor, amikor a Jóisten elrendelte a szombatot is, ez a közösségnek egy különleges tapasztalata, egy különleges kifejezője, amikor Isten egy teljes napot akarta az embernek adni, és adott is a szombat által. A szombat lőn az emberét, az embernek a javára, épülésére, a közösség javára, a család épülésére, a közösségek megerősítésére rendeltetett a szombat. Ugyanakkor a bűnbeesés után a Jóisten a Mózes második könyve 25. fejezet 8. versében azt mondja, hogy egy szent helyet készítsenek, hogy ő közöttük lakozzam. Milyen csodálatos a mi Istenünk, aki a bűn ellenére nem hagy el bennünket, hanem teremt egy helyet, egy szent helyet, ahol ő megjelenik, ahol az ő feltételei, törvényei, szabályai szerint közeledhetünk Istenhez. Mert ugye a bűn után az Isten jelenléte megemésztő tűz. És mégis Isten találkozni akar, és elfogadhatóvá teszi az ő jelenlétét a bűnös ember számára, hogy az ő jelenléte ne pusztulást,
hanem ellenkezőleg életet jelentsen a bűnös ember számára. És ha tovább megyünk a Szentélyen túl, az Úr Jézus Krisztusnak a neve a Máté evangélium első fejezetében az Immanuel. Immanuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Tulajdonképpen amikor az Úr Jézus Krisztus testet öltött, akkor kinyilatkoztatta Istennek a jelenlétét. És ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal, láttuk az Istennek a dicsőségét, amely az ő kegyelmében és igazságában, szentségében és szeretetében nyilvánult meg Istennek, amely két alappillére Isten jellemének. Tehát Jézus Krisztusban az Isten jelen volt, és az Úr Jézus testet öltésre olyan volt, mint egy sátor. Ő felvette a mi emberi természetünket, hogy kinyilatkoztassa Istennek a jellemét, Istennek a természetét, és mi is így a mi emberi természetünkre felvehetjük az ő isteni természetét, az ő jelenléte közvetítése által. Ugyanakkor az Úr Jézus mielőtt mennybe ment, a tanítványoknak megígérte, hogy íme én ti veletek vagyok mind végig a világ végezetéig. Akkor elküldte, hogy az egész világon hirdessék az evangéliumot, arról is biztosította, hogy nem csak földrajzi szempontból, hanem az idő múlása szempontjából velük lesz egészen az örökkévalóságig, egészen ameddig találkozni fognak az üdvözítőjükkel. És érdekes, hogy a Máté 28-ban az Úr Jézusnak a jelenléte kötött a feladat elvégzésével. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket, és kereszteljétek meg őket, tehát megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében, tegyétek őket tanítványokká, és veletek leszek ebben a munkában, ha ti az én munkámat végezitek, én veletek leszek. Sőt, a János evangélium a 11. fejezetében még valamit adott az Úr Jézus, az Úr Jézusnak a földi helytartója nem egy földi ember, hanem a Szentlélek, aki az ő igazsága által, a szeretet által, az Úr Jézusnak a jelenlétét, jellemét közvetíti az ember felé. És ez nem fejeződik be itt, mert Istennek az a terve Jelenés 21.3 szerint, hogy Isten örökké az emberekkel lakozzon. Istennek a sátora, íme az Istennek a sátora az emberekkel van. Isten velük fog lakozni. Ő lesz az ő Istenük, és a nép pedig Isten népe lesz. Istennek mindig ez volt a terve, és így biztatja Mózes 5. könyve 31. fejezetében, a 8. versében, azt mondja, maga az Úr megy előtted, ő lesz veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled, ne félj hát, és ne rettegj. Ez Isten ígérete nem csak a nép számára, nem csak Józsué, Izrael vezetője számára, hanem mindannyiunk számára. Feltevődik ez a kérdés, ami számunkra, és erre Joseph Kidder testvérünk válaszol ebben a felolvasásban. Mit jelent tehát gyakorlatilag megtapasztalni azt, hogy velünk az Isten? Mit jelent ez? Az első gondolat, amit kihangsúlyoz ebben a felolvasásban az, hogy ez azt jelenti, hogy szeretve vagyunk. Ó, milyen fontos ez, hogy érezzük, hogy szeretve vagyunk. Ha velünk az Isten, akkor érezzük az ő szeretetét, amely kiárad, amely belénk árad, amely megtölt az ő szeretetének a bizonyítékaival. Mert ugye azt mondja a Biblia aranyszövege is, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szerette az ő fiában a világot, de ezt nekünk el kell higgyük. Mi el kell higgyük azt, hogy Isten szeret bennünket. Hogy az, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, ez érettünk volt. Hogy mi megtapasztaljuk az ő megbocsátását, az ő megigazító, megszentelő kegyelmét, az ő helyreállító munkát a mi életünkben. Van egy régi énekünk, amely azt mondja, hogy senki nem szeretett engem úgy, mint Jézus. Nagyon sokszor, gyakran elvárjuk, hogy embertársaink Isten szeretetével szeressenek bennünket, és csalódunk. Mert sokat elvárunk mi
emberek az emberektől, az embertársunktól. Pedig senki nem tud úgy szeretni bennünket, ahogy Jézus Krisztus szeret. És ezért a Biblia azért íródott, hogy mi megértsük az Istennek a szeretetét. Hogy úgy, ahogy az ő fiához is szólt az Atyaisten, amikor megkeresztelkedett az Úr Jézus és a Szentlélek galamb formában alá szállt őre, akkor azt mondta, ez az én szerelmes, az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez az én szeretett fiam. Ezt a gondolatot nem csak az Atyaisten mondta az ő szeretett fiának, hanem ezt mondja nekünk is. Amikor mi is megkeresztelkedünk és szövetséget kötünk Istennel, ugyanezt mondja nekünk is. Érezted-e már Isten jelenlétét? Lehet, hogy éppen keresztségedkor, vagy alámerítkezésedkor érezted az Istennek a szeretetét. Érezted azt, hogy ott Isten jelen volt, és Isten megáldott téged, és Istennek a hatalma ereje jelenlített, beléd áradt, és megtöltötte a te életedet. De fontos, hogy ezt ne csak a szövetség kötésünkör, vagy különleges alkalmakkor éljük át az Isten szeretetét, hanem Isten azt szeretné, hogy minden nap szemléljük az ő szeretetét, minden nap nézzünk fel az Úr Jézusra, nézzünk az ő golgotai keresztjére, és teljünk be az ő szeretetével. Hogy érezzük meg azt, hogy Istennek a szeretete gyámolít bennünket, irányít, vezet bennünket, ő betölt erővel a szolgálatra, mert csak úgy tudjuk betölteni a mi feladatunkat, hogyha érezzük azt, hogy Isten szeret bennünket. Ézsaiás könyve 43. fejezetében azt mondja a Szentírás a 4. versben, mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek téged, embereket adok helyetted, és népeket a te életedért, mondja Isten az ő népének. Kedves vagy szemeimben, becses vagy, és én szeretlek, embereket adok helyetted, és népeket a te életedért. Nagyon fontos, hogy a tanítványság előfeltételeként megértsük ezt, hogy Isten szeret, és Isten jelen van a mi életünkben. Nagyon fontos ez. Enélkül, a szeretet nélkül nem tudunk tovább lépni, nem tudunk áldozatot vállalni, nem tudjuk végezni a feladatainkat. Ezért nagyon fontos, hogyha nem is kapjuk meg azt a szeretetet a körülöttünk élőktől, amelyet elvárnánk, nézzünk fel az Úr Jézus Krisztusra, és érezzük, és tapasztaljuk meg azt, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Tapasztaljuk meg, hogy jóságos az Isten, az ő igéjén keresztül szól hozzánk, és ami tapasztalataink által megmutatja azt, hogy velünk van. A 145. Zsoltár 18. verse azt mondja, közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Tehát, hogyha Istent hívjuk imában, akárha betegek vagyunk, vagy csüggettek vagyunk, Isten lehajol hozzánk, hogy megvigasztaljon, sőt, küld másokat, azt is mondja az ige, hogy embereket adok helyetted. Isten az élet körülményeinket is fel tudja használni arra, hogy éreztesse bennünket, hogy velünk, hogy mennyire szeret bennünket. Ellen White az egyik írásában a Jézus élete című könyvben azt mondja, hogy mivel Jézus lejött a földre, és köztünk élt, tudjuk, hogy Isten ismeri megpróbáltatásainkat, és együtt érez velünk fájdalmainkban. Tehát Jézusban érezzük az Istennek az együttérzését. Ádám minden leszármazottja tudatában lehet annak, hogy teremtünk a bűnösök barátja. Minden kegyelmet hirdető tanítás, minden örömről szóló ígéret, minden szeretetből fakadó cselekedet, a megváltó földi életének egész isteni vonzereje azt hirdeti, hogy velünk az Isten. Isten bizonyította és bizonyítja ma is, hogy ő szeret bennünket, és szeretettek vagyunk. Mert hogyha nem érezzük ezt a szeretetet, hogyan tudnánk közvetíteni embertársaink felé azt, hogy Isten szereti a bűnös embert? Ha én ezt nem tapasztaltam meg, nem tudok a Krisztus tanítványa lenni, mert a tanítványa azt jelenti, hogy én Jézussal jártam, Jézussal járok, Jézussal élek, az ő közösségében vagyok, és ezt a közösséget át akarom adni embertársamnak is, és ez a szeretet evangéliuma. Másodszorban, mit jelent megtapasztalni azt, hogy velünk az Isten? Másodszorban ez azt jelenti, hogy nem vagyunk egyedül. Mindig valaki van
mellettünk. A Szentírásban azt is látjuk, hogy Isten úgy jelenik meg, mint egy együttérző anya, lásd Ézsaiás 49.15, vagy egy örökkévaló atya, lásd Ézsaiás 9.6. És érdekes ez a kettősség, olyan szép a Bibliában, amikor Isten az ő szövetséges szeretetével körülvon, és az ő erős hatalmával szeret bennünket, mint egy édesapa, aki megfogja a gyermekének a kezét, és aki magához öleli az ő gyermekét, és aki hordozza az ő népét. Ez az Isten szövetséges szeretete. Másrészt pedig Isten gyöngét szeretettel, együttérző szeretettel lehajol, táplál, védelmez, válaszol a legapróbb szükségleteinkre, úgy, ahogy egy édesanyja is figyel az ő gyermekére. Tehát Isten egy édesapa és egy édesanyja szeretetével szeret bennünket, és benne mind a kettőt megtaláljuk. Milyen csodálatos dolog ez, hogy nem vagyunk egyedül. Ő az a mindenható társ, aki velünk van, azt mondja a 68. Zsoltárnak a 6. verse, hogy ő az, akire mindig számíthatunk. Árváknak atya, özvegyeknek bírája, az Isten az ő szentséges hajlékában. Ne felejtsük el azt, hogy Isten az árváknak az atya, özvegyeknek a bírája, és ő napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk, Istene mondja a 20. vers. Nem vagyunk egyedül a betegségben, az árvaságban, az elhagyatottságban Isten velünk van. Akkor is, amikor úgy érezzük, hogy talán Isten elhagyott bennünket, mert olyan dolgok történnek velünk, hogy ezt feltételezzük, ezt következtetjük ki, hogy ezt vonjuk le a mi életünkből, hogy Isten mintha elhagyott volna bennünket. Akkor is fordulunk Istenhez, mert imában ő érezteti velünk az ő jelenlétét. A legnehezebb körülmények között sem maradunk egyedül. Lásd, a Bibliában a Dániel könyvében, a 3. fejezetében a Sidrák, a Misák és az Abednego történetét, amikor a Nabukodonozor király haragja miatt, mivel ők nem akartak térdet hajtani a bálvány szobor előtt, bevettettek az égő tüzes kemencébe. De ott volt a 4., az Isten ábrázatú megváltó, aki ott volt velük, a tűzben is velük volt. Vagy ott van az új szövetségben, az apostolok cselekedete 7. fejezetében, amikor Istvánt vértanút a zsidó vezetők, a zsidók halálra kövezik. Ő látja az atya jobbján állni az Úr Jézus Krisztust, a mennyei közbenjárót, és úgy imádkozik, atyám, bocsásd meg nékik, atyám, ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt. Ő látja, és megjelenik előtte, úgy, ahogy ezt a Biblia is leírja, és mondta, menj be, függesztvény szemeit, látta Istenek dicsőségét, és Jézust állani az Istenek jobbja felől, és mondta, íme látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állni. Hogyha az Úr Jézus Krisztus úgy jelenik meg, hogy ő ül az atya jobbján, itt lábra áll, és lábon van, ő tudja és látja, és nem csak Isten látja és tudja a mi dolgainkat, hanem maga István ebben a rettenetes helyzetben, ő látja és megnyílik a szeme, hogy nincs egyedül. Ezek az emberek elítélik és halálra ölik őt, elítélik, de a mennyei közben jár, a mennyei bíró az ő oldalán áll. Ne felejtsd el ezt, kedves testvérem, kedves hallgató, amikor nehéz körülmények között vagy, és te az Isten ügyét munkálod, és te Istenről teszel bizonyságot, az ő tanítványa vagy, az ő küldetésében élsz, ne felejtsd el, hogy az Úr Jézus Krisztus ott áll, és melletted van, és ő nézi a te életed, és tudja a te életedet, és közbelép életed, és még ha hagyja is, hogy tanúságképpen meghaj ő érette, de feltámaszt téged ama napon, ama dicsőséges napon, és bevezet téged az ő dicsőségébe. Még ha el is fogyatkozik a te tested, és a te szíved, ő a te erősséged, és a te kősziklád, ahogy a 73. Zsoltár is ezt leírja, tehát nem vagy egyedül. Teljes öröm van te nálad, mondja a Zsoltárok könyve. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon.
Egy harmadik gondolat, amit megemlít a felolvasásunk. Tegyük Isten jelenlétét valósággá életünkben. Tegyük Isten jelenlétét valósággá. És olvasom a Jeremiás könyve 29. fejezet 12. versétől. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem, és megtaláltok engem, azt mondja az Úr, és visszahozlak a fogságból, és összegyűjtelek titeket minden nemzet közül. És mindam a helyekről, ahová kiűztelek titeket, azt mondja az Úr, és visszahozlak-e helyre, ahonnan számkivetettelek titeket. Akkor segítségre hívtok engem. Tegyük Isten jelenlétét valósággá a mi életünkben. Hogyan? És itt még két gondolat következik. Úgy, hogy Istent hívjuk. Úgy, hogy Istent keressük a legnagyobb szükségletünkben. Istent segítségül hívjuk. Ugye az Izrael népe a Jeremiás idejében, Jeremiás előre vetíti, hogy majd fogságba kerül az Isten népe, és majd onnan megkeresi az Istent, majd onnan segítségül hívja az Istent. Hát Isten úgy jelenik meg életünkben, hogyha mi segítségül hívjuk. De hogy hívjuk segítségül, ha nem tudjuk, hogy kit kell segítségül hívni? Ugye amikor bajban vagyunk, sokszor nem tudjuk, hogy kit keressünk. Hogyha nem, nincs egy ismerősünk, hogyha nem ismerünk egy jó villanyszerelőt, vagy egy jó köművest, vagy egy jó vízszerelőt, amikor bajban vagyunk, nem tudjuk, vagy egy jó autószerelőt, nem tudjuk, hogy kit hívjunk. De ha megvan a telefon listánkon, a névjegyzékünkben megvan a telefonszáma a különböző szakembereknek, akkor tudjuk őket hívni. És látjuk azt, hogy a Bibliában a Jóistennek több neve van, több névként jelenik meg. Ő a békességnek az Istene, ő a gyógyulásnak az Istene, ő az igazságnak az Istene, ő a szabadításnak az Istene. Ő az, akit segítségül tudunk hívni. És azt mondja a Zsoltárok könyve az 51. fejezet, az 50. fejezet, a 15. vers, és hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Hogyha Isten nevét ismerjük, ha Isten jellemét ismerjük, ha tudjuk azt, hogy ő megoldás, mert tudjuk, mert a Biblia kinyilatkoztatja, ha tudjuk, hogy ő a megoldás a mi helyzetünkben, akkor segítségül hívjuk, és ő jön. Tehát ez nagyon fontos, hogy időt kell szálljunk arra, hogy Istent megismerjük. Ha Istent nem ismerjük eléggé, nem tudjuk igénybe venni az ő ígéreteit, nem tudunk hagyatkozni rá, nem tudjuk, hogy Isten mire képes, nem tudjuk, hogy ő mit tud tenni, pedig a Biblia kinyilatkoztatja Isten bölcsességét, hatalmát, szeretetét, három dolgot, amely által a Jóisten cselekszik, mert ő bölcsen cselekszik, szeretettel cselekszik, és hatalma van. És ezeket kinyilvánítja a mi életünkben. És ugye a misszió munkában, a tanítványságban nagyon szükségünk van arra, hogy tudjuk igénybe venni. Uram, azt mondtad, hogy minden hatalom a tiéd. Azt mondtad, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket. Azt mondtad, hogy velünk vagy. Igénybe szeretnék venni ezt. Taníts meg bennünket, hogy hogyan szolgáljuk az embereknek a szükségleteit úgy, hogy közben te hozzád vezessük őket. És ezért van szükségünk az Isten jelenlétére, mert az ő segítsége nélkül, az ő jelenléte nélkül nincsen áldás a mi munkánkon, hogyha mi módszereinkben bízunk, ha mi meglátásunkban bízunk, akkor Isten nem tud velünk együtt munkálkodni. De hogyha ha Isten véleményét kikérjük a mi módszereinkkel kapcsolatosan, Isten áldását kikérjük, akkor a Jóisten vagy megakadályoz, vagy segít, és ezt az értésünkre adja, és kinyilatkoztatja, hogy hogyan tudjuk megközelíteni az embereket, hogyan tudjuk őket Jézus Krisztushoz vezetni, mit kell tegyünk, vagy mit ne tegyünk. Ugye, mert nagyon fontos, hogy mit tegyünk, és mit ne tegyünk azért, hogy az embertársainkat megnyerjük. Ezért az Úr Jézussal meg tudjuk osztani, meg tudjuk beszélni életünknek a mindennapi dolgait, és meg tudjuk beszélni azokat a fontos dolgokat, amelyeket foglalkoztatnak bennünket. Joseph Kidder testvérünk elmondja azt, hogy alvási problémákkal küzdött egy adott pillanatban, és
nyugtalanságában megpróbált tévét nézni. Egy bosszantó helyzet újra meg újra lejátszódott előtte. De miközben tévét próbált nézni, egy szelíd hangot hallott, hívjál engem. És akkor Istenhez folyamodott. Kinyitotta a Bibliát, az apostolok cselekedete, második fejezet, 25-26 verseihez és a 28. vershez. És hallgassátok meg, hogy mit olvasok. Azt mondja, mert Dávid ezt mondja őróla. Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem, annak felett az én testem is reménységben nyugszik. Megjelentetted nékem az életnek útait, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. És a Jóisten örömöt és reményt hozott, adott neki, és hamarosan el tudott aludni. Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nekem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Milyen fontos a tanítványságban, az üzenet közvetítésében, hogy tudjam, lássam magam előtt az Urat, lássam, hogy az én oldalamon áll, hogy én az ő ügyében közvetítek, én az ő ügyét képviselem, ő adja nekem az erőt. Nem kell sántítnom, nem kell megtántorodnom, hanem örvendeznem kell, és a testem is reménységben nyugszik. Ugye sokszor a mi lelkünk kihat a mi testünkre, a mi testiállapotunk kihat a mi lelkünkre, és a Jóisten a testünknek, a lelkünknek egészséget, reménységet, gyógyulást, örömet ad, hogy tudjunk az ő munkájában őt képviselni és őt szolgálni. És azt mondja, megjelentetted nékem az életnek útait, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. A Jóisten nem csak egy érzéssel tölt el, hanem egy irány, vonal követését is tárja elénk, hogy ezt kell tenned, ez a helyes út, járj ezen az úton, és mintha hallanánk Isten hangját, amely mondja, ezen az úton menjél, ezt tedd, ehhez az emberhez menj, ezt mondd neki. Ugye? Mert ez jelenti, hogy a tanítvány a mesterre hallgat, a tanítvány a mesterrel van kapcsolatban, és ő ránéz, ő mellette van, ő tanítja, ő mondja, ide menj, és ugyanakkor nyugalmat, békességet és örömet ad neki. Tehát hívjuk Istent, amikor a szükségben vagyunk, és a következő gondolat, hogy keressük Istent. Keressük Istent minden nap. Keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, mondja Máté 6.33, és a többiek mind megadatnak néktek. Milyen fontos, hogy Isten jelenlétét keressük, Isten orcát, Isten arcát. Ugye, amikor szemtől szembe, mintha vele beszélgetnénk, mint egy társ, az ő arcát. Isten elfordul a mi bűneinktől, de amikor mi megvalljuk a mi bűneinket, Isten hozzánk fordul, felénk fordul, és az ő jelenléte kedvesség és jóság. Hogyha valakit szeretünk, akkor időt töltünk vele. Isten jelenlétét kell keressük, ha őt szeretjük, félre kell tegyük a gondjainkat, és időt szánnunk arra, hogy megismerjük a feltámadás erejét, ahogy a Filippi beliekhez írott levelében Pál apostol mondja, a Filippi 3.10-ben, hogy megismerjem őt, az ő feltámadásának az erejét. Jézus, az Atya Isten, az Úr Jézus Krisztust feltámasztotta, és életet adott neki, ugyanúgy a mi halott életünket, a halott képességeinket is fel tudja támasztani. Ha Istent keressük, akkor Isten munkába állít bennünket, Isten megeleveníti a mi halott testünket, a mi halott képességeinket, és életre hozza azokat. Csak munkába kell állítsuk, és hívnunk kell, keresnünk kell, és Isten hozzánk fordul, és Isten munkálkodik általunk. Éppen ezért fontos, hogy Jézus tanítványaként tanuljunk meg növekedni, mindig teljünk be az ő szeretetével, mindig halljuk az ő hangját, szeretlek téged, értékes vagy, becses vagy, értékellek téged, minden áldozatot meghozok a te javadért. Másodszorban érezzük azt, hogy nem vagyunk sohasem egyedül, Isten mellettünk áll, még a tűzben is velünk van, még az üldözésben is velünk van, hogyha nehézségeket kell elszenvedjünk a mi munkánk miatt, Isten nem hagy magunkra. Harmadsorban tegyük Isten jelenlétét valósággá a mi életünkben.
negyedsorban hívjuk őt segítségül, hivatkozva az ő ígéreteire, hivatkozva az ő neveire, amelyeket a Biblia kinyilatkoztat. Megismerve az ő hatalmát, az ő erejét, és keressük őt, mert vágyunk az ő jelenlétére, és Isten velünk van. És egy utolsó gondolatként szeretném kihangsúlyozni azt, amit a 73. Zsoltár is mond. A 73. Zsoltárnak az egyik gondolata, 23. vers azt mondja, de én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, azután dicsőségbe fogadsz be engem. De én mindenkor veled vagyok. Ki mondja ezt? Ezt a Zsoltáros mondja. Kinek mondja? Istennek mondja. Nem csak Isten mondja nekünk azt, hogy veled vagyok, hanem mi is kell mondjuk neki, hogy én veled vagyok. Te, Isten, fogod az én jobb kezemet. De én ki kell fejezzem? Uram, én is veled vagyok. Én is melletted akarok maradni. Te annyiszor mondtad, hogy velem vagy, annyiszor érezteted a te jelenlétedet. Most én is mondom, és ígérem neked, és a te segítséged által veled vagyok, és melletted akarok maradni minden körülmények között. És szeretném a te nevedet megdicsőíteni az emberek előtt, és szeretném az embereket üdvösségre vezetni a te tanítványokért. A te jelenléted soha ne hagyjon el, mindig hadd érezzem, hogy velem vagy. Segítsen erre a tudatra, Isten, és soha ne szomorítsuk meg Isten szent lelkét, Isten jelenlétét, hanem mindig maradjunk az ő jelenlétében, és az ő áldása legyen rajtunk és felettünk. Amen. Imádkozzunk, és szánjuk oda mi életünket a mi Istenünknek. Szerető Istenünk, mennyei jó atyán, köszönjük, hogy a te áldott jelenlétedet akarod közvetíteni nekünk, és köszönjük azt, hogy sokszor éreztük azt, hogy szóltál hozzánk a te ígét által, sokszor felforrósítottad, felmelegítetted a mi szívünket és a mi életünket a te szavaid által, a te jelenléted által, a te üzeneteid által. Most kérünk, Urunk, segíts, hogy ezzel a szeretetnek az üzenetével menjünk embertársaink fel, és nekik is mondjuk el, hogy milyen jó dolog Isten jelenlétében élni, milyen jó dolog szeretve lenni attól, aki életét adta, érettünk, és érette élni. Segíts, Urunk, hogy minden körülmények között érezzük, hogy te velünk vagy. Soha se érezzük azt, hogy magunkra vagyunk. Te mindig mellettünk állsz, ahogy a három ifjú mellett a tüzes kemencében, ahogy István mellett is voltál a nehéz körülmények között, miközben a zsidók megölték őt. Segíts, Urunk, hogy lássunk ma is téged, hogy te a mi oldalunkon állsz, és segíts, hogy keressünk téged, hívjunk téged, és keressük a te orszádat, a te jelenlétedet, és folyamodjunk, igényeljük a te ígéreteidet, és annak megfelelően cselekedjünk. Ahogy imádkozzunk, úgy cselekedjünk. A mi imáink legyenek összhangban a mi cselekedeteinkkel. A mi cselekedeteink legyenek összhangban a mi imáinkkal. És így dicsőítsük meg a te nevedet. Maradj velünk, és ezen az ima héten is erősítsél meg a szolgálatban, és küldj bennünket emberekhez, akiket tudunk szolgálni, és te hozzá tudunk vezetni. És egykor a te országodban örüljünk és örvendezzünk azért, hogy lelkeket, embereket nyertünk meg a te országod számára. Maradj velünk ebben a munkában, és adjad, hogy ezt a munkát a te hatalmaddal végezzük, a te megbízatásod alapján végezzük, a te lelkületedben, a te szeretetedben. Köszönjük, hogy így megáldod a népedet, és alkalmassá teszel mindannyiunkat a te szolgálatodra. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen.
Az alkalom. Makovej János verse. Beköszönt, nem tér vissza többé, soha, soha. Kézfogásra akkor már nem nyújtják többé oda, ha nem ragadtam meg idejében a baráti kart. Akkor hiába minden, bár szíved jót nem est akar, minden perc, mely eltelik, már múlt idő. Minden lehullott kő fölött egyszer a fű kinő. Minden megtett lépés visz az út vége felé, és elfárad egyszer a kéz, mely a vizet még öntené. És hiába a szomjú föld, nem lehet már irgalom, ha egyszer rest voltál, még itt volt az alkalom. Beköszönt, nem tér vissza többé, soha, soha. De sokszor úgy megkeseredik életed édesbora, mert másnak nem töltötted belőle meg poharát. Mert nem volt küzdelmes életedbe egy jó barát. Hiába szeretnél akkor, ez keserű, nagy fájdalom. Hiába mosolyognál akkor, nem segíthetsz már bánatom. Hiába fognád meg remegve akkor már a két kezem, hiába várnád reszkető örömmel, hogy megérkezem, akkor fájó, de nem lehet számodra irgalom, mert kihullott szívedből ezernyi sok jó alkalom. Nyújtsd felém kezedet, s én cserébe szívem adom. Szeretni még nem késő, ma még van számodra irgalom. Istentől kapott minden percet, egy-egy alkalom. Köszönöm Önöknek, hogy ma este velünk tartottak. Azzal a kérdéssel indítottunk, hogy mit jelent Jézus tanítványaként növekedni, illetve hogyan valósul ez meg egyéni életünkben. Fontos látni azt, hogy a növekedés csak megfelelő körülmények között lehetséges, és nem csak fizikai, hanem még lelki értelemben is. Növekedésünk lelki feltétele Isten jelenléte. A tanítvány a mester mellett van, és folyton a mester szavait és cselekedeteit követi, és utánozza azokat. Növekedésünk feltétele tehát Isten jelenléte, mely Jézus Krisztus által valósul meg életünkben. Ha van valami biztos ezen a földön, akkor az Isten jelenléte az életünkben. Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy az Isten és ember közötti szakadék megszűnjön. Így már Jézus Krisztus által minden nap Isten jelenlétében lehetünk. A valóság az, hogy ő már biztosított bennünket az ő jelenlétéről, és a kérdés inkább az, hogy mi igényeljük-e ezt, a közbelépését és oltalmát a Jóistennek. Az imahét ma estili alkalmán legyen egy különleges ima célunk, Isten jelenlétének naponkénti igénylése és megtapasztalása, hogy részünk legyen a lelki növekedésben. Szeretettel várom Önöket holnap este is, hogy együtt elmélkedjünk és imádkozzunk. Békés estét kívánok mindenki számára a továbbiakban is.